Rejtő Jenő, Vesztegzár a Grand Hotelben. 35. fejezet. Ismét egy fürdőszobában volt. Onnan egy sötét hálóba lépett óvatosan, és valaki jött a másik szobából. Csak annyi ideje volt, hogy a fal és a szekrény közé húzódjon. Nyílt az ajtó. A beözönlő fényben egy szobaleány látszott csinos bóbitával. Három nő ült kinn. A fiatal, szép Olga Petrovna bárónő, ismert teniszbajnok, Ursula Hugersheim von der Frühwart lovag özvegye, legalább 70 éves, és Helga Jürinsz, a svéd metafizikusnő, több tudományos munka szerzője, az indiai lélekmozgalom megalapítója. Szikár, hosszú, ráncos, cvikkeres ősznő, magas nyakú, fekete blúzban. Helga Jürinsz, az indiai lélekmozgalom megalapítója, azt mondta a szobalánynak, 40 fokos vizet engedjen a kádba. És Félix fogoly volt, mert a szobaleány bement a fürdőszobába. Zúgott a víz. A két vendég búcsúzott. Hát, szólok majd az inasnak, hogy hozzon ki egy plümót, mondta Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovag özvegye. Ebben a nedves évszakban a lábon keresztül támadja meg az embert a reuma. Igazán kedves, hálálkodott Helga Jürinsz, teozófusnő. Köszönöm. Fogadja el, méltóságos asszonyom, hálám jeléül a női erkölcs nagysága és a halhatatlanság című munkámat. Köszönöm. Jön maga is, Petrovna bárónő? Egy percre maradok. Jürinsz kisasszony megígérte, hogy kiválaszthatok néhány könyvet. Szörnyű így ebben a csúf évszakban, tenisz és vitorla nélkül, csak néhány jó könyv menthet meg. Petrovna gyönyörű nő volt. Szőke, finom arcú és kisportolt alakú. Szürke, egyszerű, angolos szövet kosztümjében Ibsen darabok hősnőire emlékeztetett. Ütemes, lassú járással a könyvespolchoz ment, és hátratett kézzel, retekűjét lóbázva az ujjai nézegette a köteteket. Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovag özvegye, és Jürinsz kisasszony elment. A száraz, hosszú, sovány, idős teozófus nő, az indiai lélekmozgalom megalapítója, kikísérte. Félix mozdulatlanul állt, és amit a másik szobában látott, attól még dermedtebb lett ez a mozdulatlanság. Petrovna bárónő gyorsan körülnézett, aztán kihúzta az egyik szekrényfiókot, és két kisebb holmit a retikűjébe tett. Majd néhány ruhadarab alatt bankjegyeket talált, ezekből is eltett egy csomót. Azután belökte a fiókot, és gyorsan elővette a pudriét, hogy az arcát igazgassa. Ez néha jól levezeti az izgalmat nőknél. Házi tolvaj. Jürinsz kisasszony visszajött. Hát, választod, kedves? Igen, ezt meg ezt, felelte, és találomra levett két könyvet a polcról. Jó éjszakát! Igazán szép művek, mondta az ősz teozófus nő, és megnézte az egyik kötetet a kiválasztottak közül. Ó, ez már szép! Hol tanult meg a bárónő óarabul olvasni? Már régen foglalkozom. Jó éjszakát. Viszontlátásra. A bárónő távozott. Kész a fürdő, jelentette a szobalány, és elköszönt. Jürinsz kisasszony a fürdőszobába ment. A szalon üres lett. Félix vadul körülnézett. Mit kaphatna magára, amivel a folyosó felé kitörést próbálhat? Az ágyterítő. A fürdőszobából vízcsobbanás hallatszik. Az ősz metafizikus nő rövidesen visszatér. Brrr, lerántotta a terítőt, de már is az ágyra ugrott, hogy a takaró alá bújjon. Valaki jön. Elkésett. Rémes. Az inas jött a plümóval, és elhűlten torpant meg a szomszédszoba fényénél eléje táruló látványtól. Félix az ágyon tért el. A császár szakállú inas a plümót eldobta, elsietett, és ilyeneket mormolt a folyosón. Szörnyű, hihetetlen, nem értem, na hát. Közben csuklott,
és olykor ideg sokkosan megrándult a félválla, még hetek múlva is összerázkodott az emlék hatása alatt. Jürinsz kisasszony sohasem értette meg, hogy Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovag özvegye, miért vonult vissza a barátkozástól annyira, hogy a köszönő viszonyt is feladta, és mereven elnézett a metafizikusné ősz feje felett, ha találkoztak.